A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ebben az esztendőben is, illetve hát az elmúlt év december 19-én átadták a Domján Edit díjakat, hiszen a nagyszerű színésznő nevét, illetve emlékét viselő köztestület alapított egy díjat, Domján Edit díjat, amelyet ebben az esztendőben Kis Diana Magdolna, Vörös Marti Színház művésze vehetett át. Szervusz, gratulálok! Szervusz. Virtuálisan itt ez egy csokor is hozzá. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos egy színművész életében a megerősítés. Nyilván a taps a legfontosabb egy-egy előadás után, és ebben bőségesen volt részed, amióta megérkeztél Fehérvárra. Ahhoz azonban, hogy egy kicsit mélyebben megismerjünk, nyilván egy kicsit menjünk el arra az időszakra, amikor Asher Tamás és Novák Eszter osztályában elkezdtetek a szárnyaitokat bontogatni. Azt hiszem, hogy ez egy meghatározó egyrészt élmény, másrészt pedig hatalmas tanulópénz egy ilyen osztályban. Igen, és bátran kimondhatom, hogy mindaz, ami én vagyok, és mindazt, amit megtanultam, és amit igyekszem fejleszteni önmagamban, azt mindenkinek köszönhetem, hogy a színházban való gondolkozás, a közösségben való együttműködés, a közös játék, az tőlük jön. És hogyha ők nincsenek, akkor bármi lehetett volna belőlem, vagy bármelyik irányba el tudtam volna indulni, de nekem ők olyan bástyáim voltak, és olyan magabiztosan engedtek el a pályára, hogy nem volt kétség, hogy jó úton haladok. Ugye a kétség az abban az értelemben azért fontos a pályafutásodban, hogy remek zenei tehetséggel rendelkeztél, rendelkezel ma is, tehát ez vonatkozik a zenész oldaladra, az énekes oldaladra, ugyanakkor mégis egy olyan utat választottál, ahol nyilván ezek is megjelennek, de azért kicsit ritkábban. Igen, sajnos egyre ritkábban tudom kamatoztatni a zenei tehetségemet. Most ez nem csak vokális szinten, tehát nem csak az énekléssel kapcsolatban, hanem hangszer használat, bármilyen hangszer használat. Ugye én fuvoláztam, és azért hiányzik nekem, hogy mondjuk ezt használják a színházban, hogy ő tud fuvolázni, akkor illesszük be az előadásba azt, hogy ez a karakter mondjuk eljátszik egy dalt. És például ott volt a Diótörőcske, amiben nekem egy külön élmény volt, hogy glockenspielen, fuvolán és egyéb hangszereken tudtam kamatoztatni ezt a tehetségemet, és ez engem nagyon feltölt. No, én azt gondolom, hogy aki abba az Asher Tamás és Novák Eszter fémjelzett osztályba járt, az nagyon sok mindent megtanulta abból, amit aztán később hitelesen, magas színvonalon közreadhat. Ez így van, megtanultuk a színészetnek a prózai elemeit, megtanultuk azt a fajta zenés színházat, ami nem feltétlenül csak musical, csak operett, csak daljáték, hanem a zenének és a zenés színháznak azt a struktúráját, hogy hogyan kell használni dramatikusan egy zenét egy előadásban, illetve mindannyiunknak kellett ugye tudni egy hangszeren játszani, illetve volt kórus óránk, volt zenei óránk, zeneelmélet óránk, összhangzattan óránk, tehát minket fejlesztettek ezen a szinten is, és bizony sok zenés mesterség óránk volt, amiben azt tanultuk, hogy egy adott zenére milyen jelenetet kell felépíteni. És szerintem ez nem csak egy zenés színházban nagyon fontos, hanem egy prózai színházban is, hogy mondjuk, ha van egy jelenet, akkor milyen zenét hallasz belül a fejedben, és ez lehet, hogy segít eljuttatni téged a szerep elejétől a szerep végéig egy olyan ívben,
ami számodra kielégítő, a nézőnek is kielégítő, és közben jól érzed magadat, mert mondjuk meghallgatsz egy Schubert dalciklust. Egyértelmű. Ugye több mint 10 év, csak nem 10 évnyi független színházi pályafutásod során mit kaptál? Azt tudjuk, hogy mit adtál a Hoppártban, mert és a színházi, illetve a filmes szerepeidben, de mit kaptál a Hoppártól? A Hoppártól őszinteséget, megmaradó mély barátságokat, kapcsolatokat, műhelymunkát, a legvégsőbb állapotokig bíbelődő, legkisebb dolgokon jól vitázó gondolkozást, nagyon jó barátságokat, fantasztikus színészekkel ismerkedhettem meg, rendezőkkel, játszhattam külföldön, fesztiválokon, együtt zenélhettünk, együtt alkothattunk, én ezt mind megkaptam, és boldog vagyok, hogy ennyi éven át a részese lehettem. Igen, hiszen ha a pályafutásodat nézzük, azért Mundrucó Kornéllal dolgozni az egy fantasztikus dolog. Arról nem beszélve, hogy Varázs Fuvola, Pamina, Csárdás királynő, Szilvia, tehát ezek olyan szerepek, én azt hiszem, hogy amelyre minden zenész színházban járatos ember felkapja a fejét, és örül neki, hogy egyáltalán láthatja, de eljátszani egy egészen más történet. Igen, ezek szerepálmaim voltak gyerekkorom óta, és amikor oda kerültem, hogy hát ezeket bizony el kéne énekelni, és el kéne játszani, akkor azért így nyeltem egy nagyot, nagyot dobbant a szívem, és igazán beleadtam apait, anyait. Lett, amilyen lett. Ez nagyon régen volt, hogyha most újra megkapnám mondjuk a Szilvia szerepét, akkor biztosan egészen másképp játszanám el. Nyilvánvaló, viszont Székesfehérváron mi fogadott? Azt tudjuk, hogy Bagó Bercinek sok köze van, ezúton is köszönjük. De igen, azt hiszem, hogy a legszélesebb skálán mutattad meg azt a kiérle tehetséget, ami téged jellemez. Igen, és köszönettel tartozom a színház vezetésének abba azért, hogy megmutathattam, hogy tudok énekelni, milyen vagyok drámai színésznőként, milyen vagyok komikaként, milyen vagyok egy mesedarabban, most mondok egy banális dolgot, hogy játszom el egy fát. Tehát, hogy ezek nekem mind megadattak, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy nem skatujáztak be, és nem mondták azt, hogy te egy naíva vagy. Világos. Tehát erre azért mindenki figyel, de különösen azt mondom, hogy mivel a rendezői összetétel itt most sokszínű, ahogy tetszik, tehát maga Szikora János, Bagó Bertalan, Horváth Csaba és azok a rendezők, akik Asher Tamásék vagy a többiek, akik megérkeztek ide, azok mind-mind figyeltek arra, hogy egészen más a saját stílusuknak megfelelő darabokat, és ott is folyamatosan főszerepek kísérték a szereplésedet. Nyilvánvaló, hogy a látványos darabokat kedvelték jobban a nézők, gondolok itt Fém, nem sorolom, tehát fantasztikus igen, volt ez, de azért a karakterszerepek is megtaláltak. Igen, és bevallom őszintén, hogy ezek a karakterszerepek, ezek mindig ilyen kis ajándékcsomagok, mert ugyanbár kapunk instrukciót, de azért szabadjára vagyunk engedve. És hogyha tényleg nem alkotunk olyat, hogy így a rendező azt mondaná nekünk, hogy egy kicsit vegyetek vissza, mert ez már sok. Tehát hagynak minket dolgozni, hagynak minket alkotni, és ahhoz szólnak hozzá, tehát elfogadják az ötleteinket, és ez a fajta közös munka szerintem a legfontosabb, hogy ne csak az legyen, hogy én ezt szeretném látni, hanem hogy közösen találjuk ki. És ez egy közösség, és közösségbe dolgozni a legjobb, feszültség nélkül. De nyilvánvaló a határozottságod, tehát az a fajta karakter, akit te képviselsz már, mint a hétköznapokon, azért az nagyon sokat segít abban, hogy egyrészt megtaláljanak a szerepek, másrészt pedig kiállj azért, amit képviseltél a teljes színházi pályafutásodon. Igen, én elég erősen ki tudok állni önmagamért, ami sok embernek tetszik, sok embernek pedig nem. Ebből voltak negatív élményeim, de az igazságérzetem a legfontosabb számomra, és hogyha olyan dolog ér, amivel nem értek egyet, akkor bizony, akkor felszólalok, és elmondom, hogy
ne haragudjatok, de szerintem ez így nem jó, nekem ez esne jól, próbáljuk ki. Kipróbáljuk, nem jó, akkor tovább lépek. De igen, én egy ilyen nagyon igazságérzetű, mélyen igazságérzetű ember vagyok, és inkább beszéljük meg a problémákat, mint hogy elsikkadjanak, és nyomást hagyjanak a lelkünkben. Kicsit az a rendezőkről is kell, hogy szó essék, hiszen minden más stílust képviselnek nyilván. Bagó Berciről nagyon is jól tudjuk, hogy ő az a hűvös nyugat, ugyanakkor a mélységekbe ásó, mindenféle értelemben odafigyelő, a személyekre és a darab szerkezetére is odafigyelő rendező. Tőle mit kaptál? Én most már sokadjára dolgoztam együtt Bercivel, és most teljesen más dolgokat kaptam tőle. Ugye a Király beszédében nekem nincsen olyan nagy szerepem, viszont fontos ez a mellékszerep. És ha bár volt köztünk érdemi vitázás, tehát nem csak haragból, de meg tudtuk mindig beszélni, hogy figyelj, én ezt gondolom, illetve hát szabadságot kaptam tőle. Tehát Mirtilt egy olyan karakterré formáltam, ami megfelelt a partnereimnek is, a Bercinek is, és szerintem egyébként ez egy kifejezetten felszabadult, és nagyon jó próbafolyamat volt, és próbák után felmentünk a büfébe, chipset ettünk, nagyon jókat röhögtünk, nagyon jókat beszélgettünk, és egy ilyen kis pici csapat alakult ki, és nagyon jól éreztük magunkat a próba folyamatát. Ez egyébként lerít az egész előadásról, hogy ez egy jó csapat, hiszen én azt gondolom, Kovács Tamás megkapta azt a szerepet, ami most kiemelte mindenféle értelemben, és ebben nyilván nagyon sokat segített neki Gáspár Sándor is, és a színművészek, te magad úgy szintén, Ladányi Júlcsi pedig szárnyal úgy tűnik, hiszen egy olyan szerepet kapott, ami azt hiszem valamelyest illik hozzám most ismételten. Ugyanakkor hadd kérdezel Horváth Csabáról, hiszen ő pedig egészen különleges darabokat állít színre, amelyek az első időszakban szokatlanok voltak a színházbarátoknak, most azonban már nagyon is jól tudjuk, hogy mindig valami különlegessel jelentkezik. És ráadásul a Csaba darabjaiban Jószerivel, hát azért nagyon sok főszerep a tiéd. Igen, mindezek mellett azért Csabával dolgozni, hát fizikailag megterhelő, hiszen ugye fizikai színházi rendező, és van egy nyelv, amin ő közvetít, és nekem van egy szerencsém, vagy nem tudom, hogy nevezzem vele kapcsolatban, régóta ismerjük egymást, és valahogy mindig megbízik abban, hogy a karakterből fakadó mozdulatsorokat én valamit kitalálok, megmutatom neki, és akkor azt mondja, hogy tök jó, de mi lenne, ha még lenne ez, meg ez. Úgyhogy én Csabával nagyon jól tudok együtt dolgozni, és konfliktusmentesen. Igen, hát a Haláltébában Szent Ivánai Állam, ez mind-mind bizonyította. Viszont egy kicsit a Zenész Színház. Chicago mindent vitt legalábbis, és az 56 cseppér nem különben, én azt hiszem a Fémmel együtt. Tehát ez a három olyan Zenész Színházi darab, ahol egyrészt nagyon fontos szerepet játszottál, másrészt pedig lehetett lubickolni. És ezt a nézőkön is láttam. Igen. Nekem a legnagyobb lubickolás azért az a Fém volt. Nyilván azért, mert ugye végig dolgoztuk az összes napot a fiatalokkal, és ugye én, mint az iskola igazgatója, bennem azért kellett maradjon egy minimális tartás a fiatalokkal szemben, aztán ez így elsikkadt. Mert én annyira megszerettem őket, és annyira a haverjaim, meg a játszópajtársaimmal váltak, hogy nem tudtam tartani ezt a hideg igazgatónőt, hanem barátok lettünk, meg haverok, és szerintem így is megszületett a színpadon, aminek meg kellett születnie. És együtt sírtunk, és együtt nevettünk, és tudtam, hogy ott állnak mögöttem a színpad végébe, és végighallgatják a szólódalomat, és együtt sírunk, és ez nekem nagyon-nagyon sokat jelent. Igen, hát a klasszikus az mindig klasszikus maradt, főleg egy ilyen névós színházi előadásban. És azok a rendezők, akik beugranak, mennyire veszik tudomásul, hogy itt van egy olyan csapat, akikre tulajdonképpen bizalommal tekinthetnek?
Tehát akik nem ide tartoznak. Most például nyilván majd Cukor Balázs is bemutatja, hogy mitől tartják az egyik legtehetségesebb színházi rendezőnek. Én régóta ismerem Balázst, forgattunk együtt filmet. Ő egy nagyon elemző, nagyon érzékeny, nagyon színészbarát rendező, szerintem nagyon jól vezeti a színészt, nagyon sok lehetőséget ad neki arra, hogy kipróbáljon mindenféle dolgokat. Ha úgy látja, hogy szorong a színész egy jelenetben, akkor figyelj, húzzuk, kipróbáljuk meg mást. Úgyhogy én nagyon várom vele a közös munkát az elkövetkezendő időben, mert ugyanbár játszottunk együtt filmben, de még nem rendezett. De szerintem egy nyelvet beszélünk, úgyhogy nagyon várom őt. A csapatmunka kiemelten fontos, ugye nagyon is jól tudjuk, hogy a színház azért kellően olyan karakter, egy színházi művész, aki, tehát az ego azért néha az egekben, de ez teljesen jogos, hát ehhez hozzászokhattunk, viszont a közösség mindennél fontosabb. Ezt annak tükrében kérdezem, hogy az elmúlt időszakban azért a színház szerető fehérváriakat abban az értelemben elég sok csalódás érte, hogy nagyon sokan elmentek, távoztak. Hát igen, ez egy ilyen életút döntés, tehát mindenkinek eljön az a pillanat, hogy tovább kell lépnem, de ezt nem haraggal teszi, hanem egyszerűen úgy érzi, hogy nem kap megfelelő mennyiségű olyan szerepet, amivel ő elégedett lenne. Valakinek lehet, hogy elege lett, vagy elfáradt az ingázásba, mert ugye sokan Pesten laknak, azért ez egy nagyon megterhelő dolog, és tudni kell elengedni dolgokat, és tudni kell tovább lépni. Én nem tudok haragudni a kollégáimra emiatt, nekik most zárult le egy stádium az életükben, és szeretnének nyitni. Egy ilyen elismerés mennyire jelent megerősítést? Mennyire ad, hogy célt keresztbe kerüljön az eddig még nem elért siker? Az Edith, Domján Edith díjra gondolsz? Például, igen. Engem ez nagyon nagy meglepetésként ért, és meg is hatódtam, el is érzékenyültem. Én még soha nem kaptam díjat, és hát őszinte leszek, nagyon régóta várom, hogy kapjak bármit is, mert nyilván elismerés a taps, elismerés, hogy a kollégáim megdicsérnek, az igazgató úr megdicsér, kapok egy jó kritikát, de amikor egy kuratórium összeül, és úgy gondolja, hogy adjuk idén a Diánának, akkor ez így nagyon-nagyon jól esik, és boldogan nézek rá minden egyes reggel, hogy van célja annak, amit csinálok, és ez egy visszaigazolás, és nagyon jó. Szeretet sokat segít? Mit szólt a családod? Hát kiugrottak a bőrükből, hogy őszinte legyek, a bátyám nagyon meghatódott, és a kollégáim, barátaim nagyon sokan azt mondták, hogy ez csak a kezdet. Én bízom benne, hogy ez csak a kezdet, nyilvánvaló. A Mátéról nem kérdezlek, mert nyilván ő volt, aki leginkább örült. Igen, bár ő mindig visszafogottan örül, ő egy visszafogott lélek, de nagyon boldog volt és nagyon büszke volt. Mi is nagyon büszkék vagyunk. Beszéljünk egy kicsit a jövőről, hiszen a Király beszédéről már esett szó. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan darab, amely méltó arra, hogy mindenki tágra nyílt szemmel és nyitott szívvel nézze folyamatosan. Mi vár még rátok ebben az esztendőben? Ebben az esztendőben nekem még két bemutatóm lesz. Cukor Balázs rendezésében a Ne most drágám című vígjáték, Bohózat. És a Vojcek Horváth Csabával. Jó, hát én pedig abban bízom, hát ez nyilván siker, de hát előre nem mondjuk meg, de én bízom abban, hogy ez az esztendő is olyan lesz, mint eddig a színházi évek, mert azért nem titkolhatjuk, a Vörös Marti Színház talpontja Fehérvár kulturális életének, és bármilyen változás is történt, nagyon fontos nekünk, hogy a csak nem két esztendő csend után a koronavírus járvány és a gazdasági válságokán ismét visszatérhessünk a színházi berkekbe, és ott lehessünk az előadásokon.
Úgyhogy én azt kívánom, hogy további szerepek találjanak meg. Ott leszünk természetesen minden előadáson, minden bemutatón, és hát további sok sikert a magánéletedben és a színpadon. Nagyon köszönöm, és örültem, hogy ismét itt lehettem veled, és beszélgethettünk. Köszönöm szépen, Dia. Kedves nézőink, Kis Diana Magdolna volt a vendégem, aki ebben az esztendőben átvehette, tehát 2023-ban a Domján Edith díjat, a rangos színészi elismerést. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.